Egy különleges előadásban lesz részünk a mai napon, hiszen a Fogva Tartotta egy olyan művel készültek, ami az ország valamennyi intézetében hasonló témában már előadásra került, illetve előadásra fog kerülni. Az egésznek az alapja egy bűnmegelőzési pályázat, melyet a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával hirdettek meg. A pályázat címe Szervezeti Reformok és a Művészetterápia Kibontakozása, és ezen belül pedig a 7 erény, erények a modern művészetben címmel kerül előadásra a mai darab. A Szombathelyi Intézet az elmúlt 3 évben részt vett ebben a hasonló projektben, 2022-ben a 10 parancsolatot dolgozták fel, 2023-ban a 7 főbűnt, és az idén pedig a 7 erényt dolgozzák fel a különböző börtönök színpadjain. Itt és a mai napon Szombathelyen a mértékletesség lesz a téma, ezzel kapcsolatban fogunk látni egy előadást. Az előadás érdekessége, hogy a megadott témára Fogva Tartott írta a darabot, és a 10 szereplő június óta heti 4-5 alkalommal próbált ezt a darabot. Én kérek szépen mindenkit, hogy fogadja nyitott szívvel a darabot, és legalább annyi szeretettel, amennyivel a Fogva Tartottak erre készültek. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek! Nyugalom, kedves barátom, nyugalom! A statisztika szerint azok az emberek, akik étkezés közben zenét hallgatnak, lassabban esznek. Az emésztésük így hatékonyabban dolgozza fel a táplálékot. Bocsásson meg, uram! Mert semmi volt, nem is tudja, mekkora erénnyel rendelkezik. Az emberek 90%-a ugyanis képtelen bocsánatot kérni, ön pedig már 20-adjára tette az elmúlt 36,5 percben. Bocsánat csak! 21 és 40 másodperc. De hiszen órája sincsen! De én fejben számolok. Elismerésem. Köszönöm! Uram, a főnököm! A főnök? Ma látja, itt kezdődnek a bajok. Hallgassunk meg! Üljön le! Azt nem tettem! Már miért ne tehetné? Tessék, üljön le! Itt egy tiszta tányér. Én pedig megosztom önnel a vacsorát. Mit szólsz? Jó? Nem. Meg se kérdeztem, éhes? Már vacsoráztam ugyan, de azért... Akkor tudja, mit egészségére. Na, amúgy tudja, milyen nap van ma? A mértékletesség világnapja. Hát, ahogy a vacsoradagomat elnézem, én tartom magam hozzá. Gratulálok. Elmondjam, miért esett a választásom pont erre az étteremre? Elmondom. Te. Ön kéred cukorkát? Tessék. Csak hogy nem nagy hozzá. Úgy. Maga is kérd? Persze. Szokogassam csak. Hogy? No. Tehát, ott tartottam, miért esett a választásom erre az étteremre? Na, jó? Fura íze van a cukornak! A saját gyártmány még kísérleti fázisban van. Ismeri a civet kávét? Ami a macskának átsa felé jön ki? Azt. Szóval nekem is van egy macskám. És... Ez megjárt a macskája valakát? Milyen a csomagolása? Nem. Ez nem. Csak az, a piros! Hát az égetre! Mit olyan? Keserés! És aki a száját? Köpje ki! Úgy! Mert ez a nagyapám etekköve! Aféle katalogét hordom magammal és elfelejtettem, hogy magammal hoztam. Na, tehát ott tartottam, hogy miért esett a választásom pont erre az étteremre. A napokban erre jártam, egészen pontosan tegnap előtt, amikor is tudtam, hogy ma, ahhoz a naphoz két napra lesz a mértékletesség világnapja. Tud követni? Persze, azt hiszem. Akkor jó. Mi ennek az étteremnek a neve? Mértékletesség! Így van. Ezért ötlöttem el. Mert a mértékletesség világnapján, a mértékletesség nevű étteremben mértékletesen vacsorázni, mértékletes áron, az igazi mértékletesség. Amúgy el kell, hogy mondjam, valami hiba van a honlapjukon. Tudnélik. Túl sok nullát írtak az árak végére. Csoda, hogy panga helység, csoda. Nincs a honlapunkon semmilyen hiba, és a feltüntetett árak is megfelelnek a valóságnak. Csupán már 2 órája bezártunk, mert zártörő rendezvény kezdődik, amihez már átrendeztük az asztalokat. Kérem, Koli, váljon fel! Nem, üljön le!
Álljon fel! Üljön le! Itt a főnöke parancsolom, hogy álljon fel! Ne hagyja magát befolyásolni! Üljön le! Akkor mint az apád, mondom, hogy állj fel! Az apja? Igen. Jaj, maga szegény! Akkor ez a probléma gyökere! A probléma gyökere abban rejlik, hogy 16:00 leült ez az asztalhoz, és most 20:00 van. Minden tiszteletem a fogyasztó vendégek, én nagyon szeretem a vendégek, fizetnek is. Kérem, rendezze a számláját és távozzon, parancsoljon a végösszeg. Ne, tudja mit? Menjen és szóljon a főnökének, hogy beszélni jóhajtok vele. A főnökömnek? Igen. Ahogy vagy. Nem beszél jó hajtotva el? Igen. Nos, az... Ó, maga a főnök? Az vagyok, kérem. Érdekes. Érdekes. Sőt, elképesztő, hogy mennyire hasonlít arra a baromra, aki az előbb itt volt. Na, én vagyok az a barom. Jaj, ne ostorozza magát. Te tényleg nem. Az önkritika amúgy becsülendő. Na, tehát a kollégája az előbb azt mondta, hogy... Maga tényleg ilyen hülye, vagy csak csinálja? Én tényleg. Na, az előbb is én voltam itt, és mivel én vagyok az étterem tulajdonosa, ügyvezetője, főpincére, meg kellek még egyszer, hogy penges ki a cekhet és tóld el a biciklit. Túl sokat dolgozol, túl sokat. Ennyi pozíciót betöltve, nem csoda, hogy idegileg kimerült vagy. Mértékletesség, barátom, mértékletesség. Aki a fia? Nem minden, ahol esik közel a fához lesz. Akkor miért nem úgy hívja? Fiam, állj fel is, add át az úrnak a számlát. Ne. Uram, a számlája végösszege 144.563 forint, plusz a borravaló. Azt hiszem, itt az ideje a szomorú zenének. Jó lesz. Látod? Mondtam én, hogy valami hiba van a rendszerben. Túl sok a nulla. A Ocsira atyám mondotta volt, a rendszer jól működik. Ja, szerintem. Na jól van. Tessék. Ez most vicc? Ne, az egy esztés. Látom, ha esetleg keresnél egy 143 ilyet, a maradékot kipótolhatnak, és a borravalótól is elnekítnek. Igen, én kereshetnék, de ahhoz dolgoznom kellene, és a munkahelyemen kényszerszabadságra küldtek. De megfordíthatnánk? Mégis hogyan? Úgy tudom, te keresel 160 ilyet. Én pedig adok borravalót. 160? Igen, mert abból kifizetném a vacsorát, a borravalót, és még rendelnék egy korsó sört a nagy egységre. Azt hiszem, az nem fog működni. Akkor pedig mind a ketten hoppon maradunk. Bocsánat, hogy beleszólok, de mind a négy. Ugyanis a mi gázsink is kifizetve, pedig a negyedik órámat pendetjük. Csak egy pillanat. Szabad megkérdeznem, hogy mennyit zenélnek egy nap? Változó. Ma például ez a 8. órán. Há? Órabér? Egy 20-as. Fejként. Ó, zenélnem kellene. Na, nagyon. Tudtok olyan nótát, ami totálisan ellazít benneteket? Amivel kizárjátok a külvilágot? Tulajdonképpen van ilyen. Van, van. Eljátszanátok? A féle utolsó számként. Hát ha lesz fizetés, akkor... Ha jól csináljátok, a szavamat adom, hogy lesz. Akkor természetesen. Tessék. Ez az. Te! Egy jó ember vagy. Egy csodálatos zenész. Egy igazi zseni, aki ha kell, kisegíti az elesettet, jól mondom? Jól. Tudnál adni 80 000-et? Persze. Köszönöm, barátom. Na, láthatod, a fele már megvan. És a másik fele? Nézd ide, ki előtt volt előbb ez a tányér? Hát előttem, de... Akkor megegyeztünk, közös a vacsora, közös a számla. A magam részét lekuttam. De te hívtál meg? Nem. Én azt mondtam, hogy megosztom veled a vacsorát. Most pedig jöhet a sör. Nem! Ami baj van? Igen, a vendégünk fizetésképtelen. Azt írod. Ugye attól függ, hogy kinek a szerződik. Először is, a művész úr az előbb adott nekem 80 000-et. Kinek? És mikor? Elmúlt a varázslat. Azt mondta, sőt a szavát adta, lejátszuk a számot fizetéshez. Volt is. De nem nekem kellett volna fizetnem. A sors útjai kifürkészhetetlenek. Ami pedig a számla másik felét illeti, én megosztottam veled a vacsorámat. Uram, ha a szemtanúja voltam, hogy nem így volt. Mennyi pénze van? Csak egy ezres! 1000 forint. 1000 forint. Hát annyira egy pohár csapvizet tudtunk volna adni.
De ha már annyit emlegette a mértékletesség világnapját, miért nem csak azként? Ha tudta, hogy nincs pénze, miért tette végig az étnapot? Gondolom, mértékletességből elvégre ma van a világnapja. Na mindegy. Ha nincs pénz. Picul! Igen, főnök? Le tudna enni? Oh. A vendég nem akar fizetni. De, akar! Csak hát éppességgel nem tud. Ő nem tud, de te tudod a dolgot. Intézd el, de csak mértékletesen. Végre ma van a világot. Te főnök, mi az a mértékletes? Te csak csinál. Pedig darabok a tömbok csontjaidat mesterségesen. Látod, főnök, megegyeztem. Látom. Csak ne vérez össze semmit, ne kelljen még takarítani is. Hol van a Gyula? Már rég itt kéne lennie. Na gyere, nézzük utána. Nem kell ide annyi szemtanú. Nem tudnánk ezt valahogy megbeszélni? Nem. Ha megsimogatom a fejed? Nem. Jutalom valat? Nem. Csak az, ami gyenge ponton? Nincs. Pont úgy püstörös, mint egy sárkány. Mit mondtál? Mit mondtál? Mit mondtál? Hogy úgy füstölök, mint egy sárkány. Ez az ember van a kutcó. Pont? Nem. Úgy? Nem. Füstölök? Mint? Nem? Egy sárkány? Megint nem. Sárkány? Hát az hátulról kellett volna kezdenem. Sárkány? Ma miért hívtak így, amikor még tojásban voltam? Tojásban? Ez hülye? Sárkány tojás. A sárkányok tojásra szaporodnak. Mert gyerekkor, amíg úgy éltem, hogy sárkánynak hívtak. Aztán eladtak naptámosnak az üveghegyen túlra. Egy gonosz király volt. Elég sonyán bánt velem. De elszöktem és itt kötöttem ki. Hát amikor megkérdezték a nevem, azt mondták, hogy a sárkány, hogy az túl gyerekes. Ezért lettem pincúr. Észrevettétek, hogy mindenki hülye, aki itt dolgozik? Mi is itt dolgozunk. Igen. De mi nem vagyunk hülyék? Miért szerinted normális az, aki egy idegennek ad 80 ezeret? Nem adtam oda. Tudom, tartozol 80-nak. Pedig így vigasztott neki. Mégis hogyan? Mit tudom én, ölel meg. Teljesen hülyének nézel. Azt hittem, ezt már megbeszéltem. Menjél. Az érintésnek nyugtató hatása van. Akkor miért nem te ölelheted? Mert nekem fóbiám van az érintéstől. Na, erigyél! Csessze meg! Gyese! Ahó! Jó sárkány! Kicsi sárkány! Gyere ide, hogy adjak egy nagy adag szeretett bombát! Hozzá visz nekem a kezeidet! Újjött le! Zemé! De valami sárkányosat! A nőrös sárkány senkitől se fél. Idióta vannak. Apát! Az van, hogy... Megjött végre Gyula. Pont erről akartam beszélni veled, felmondott. És hogy felmondottak, nem mondtad fel. Pedig megtette. Azt hiszem, ez a családi dráma már nem rám tartozik, úgyhogy sok sikert az est további részéhez képmentem. Na. Te még mindig egy vagyonnal tartozol. És mivel fizetni nem fogsz, nem tudsz, hát fogsz. Le fogod dolgozni. Felszolgálni fog a Gyula helyet csendben és észrevétlenül. Habár nem rád tartozik, de azért elmondom, hogy a mai napon különleges vendégeink érkeznek. Tavaly megalakították a mértékletesség ellenes ligát. És nem véletlenül a mai napon találkoznak, és természetesen nem véletlenül ebben az étteremben, hiszen én vagyok az a következő jelölt, akinek megadatott az a kegy, hogy felvegyék tagnak. Aha. És mégis mit csináltok ebben a mértékletesség ellenes ligában? Iszonyatos mértéktelenséggel élek, nagyon gazdagok! Ennek semmi értelme. A mértékletesség egy szép erény. Erény. Ki mértékletesen akar élni, annak meg kell elégedni a középszerűséggel. Én nem akarok az lenni, fenn akarok lenni. Képletesen értettem. Ja. És ha jól sejtem, akkor a hátukon akarsz felkapaszkodni. Valami ilyesmi. De! Nem is vagy te olyan ostoba, mint ami ennek látszol. Csak hogy az van. Csak hogy az van, hogy leégtünk, mint a Notre Dame. Kell a pénzük. Apám zseniális tervet teszel ki. Úgy teszünk, mintha milliárdokban tudnánk gazdálkodni, miközben ráveszünk őket, hogy fektessenek be a nem létező üzleteinkbe. Átcsepegtetjük a vagyunk egy részét a zsebünkbe, vagy szinte azonnal visszaadjuk, hogy lássák, jól működik az üzlet.
Persze, mindenkinek többet mutatok, mint amit adtak. És így még többet fektetnek be legközelebb. Aha. És mégis miért tennének ilyet? Mert képtelenek a mértékletességre. Mindig többet, jobbat, nagyobbat akarnak. Nem számít, mibe kerül. Kisértetés a hasonlóság, nem de? Gúnyolódsz az, de ez minden emberben megvan. Mértékletesség, mértéktelenség, a kettő mindig együtt jár, egyik sincs meg a másik nélkül. Na de azt hiszem ennyi elég is lesz. Eléged, te csak felszolgálni fogsz. Viszont ide figyelj, két lehetőséged van. Amiről eddig hallgattál, arról hallgatsz. És még az is lehet, hogy neked is leesik egy-két finom falat a nap végére. Ellenkező esetben... Megmondom őszintén, reggel még jó ötletnek jut, hogy eljövök ide. Degesre eszem magam is, fizetés nélkül távozom, de most valahogy nincs kedvem nevetni. Rajtunk múlik, mosolygunk el a nap végére vagy sem. Intézzük úgy, hogy jó móka legyen. Bocsánat, hogy beleszólok már megint, de mi is itt vagyunk, a mi szánk is eljárhat. Azt hiszem. Pico úr! Igen, főnök? Munka van. Mi? Mi? El kell opátulni 10 köbméter szeretnél. Ah, reggel is főnök, sietek vissza. Tényleg ilyen? Történetesen nem, mert tényleg most borítanak a szomszédére egy pocsi szeret. De legalább nem lesz rá gondom. Mintha az egyezkedésünk félbe szakadt volna. Mennyi? 100 euró. Fejenként. És a mérség, és a mértékletesség. Na mindegy, majd megkapjátok egyben a feleljes emberétek. Akkor természetesen a lakat a szánkot. Addig is játszátok el a győzelmi impulzumot, gyakorolják. Már csak egy dolga átra. Ez. Egy csákó? Ez nem egy egyszerű csákó. Ez abból a szerződésből van hajtogatva, amelyben szentesítjük a mértékletesség ellenes ligához való csatlakozásomat. Egészen az aláírásig kötelesen jelölt a fején tartani. Elmondhatatlan jelentősége van. Érdekel? Mi történik oda? Egy cseppet sem. Pedig jó lenne érdekelni, mert Pic úr épp most üzen a liga tagjait egy bőrlagy szívlapáttal. Ezt nem hiszem el, hát mindent elront ez a parló. Hát barátom, a fotelod nem teljesen egész. Biztos vagy az? Nekem azt mondta? Szerintem nem? Én csak annyit mondok, jobban járnál, hogyha árva lennél. Meg hát ez a mértékletesség ellenes, és a normálisok elfoglaltsága. Az is biztos. Ajaj! Mi van? Itt maradt a csákó. És akkor mi van? Majd visszajön és felveszi? Az nem úgy meg. Minden tagnak is jelöltnek a fejében viselni a beavatva helyiségbe való belépéskor. Jó, hát nyugodjál meg. Jó? Majd nézzük, mikor érkezik vissza az apád és a fejére tesszük. De ahogy elnézem, egy darabig még nem jön vissza, mert Pic úr elállta a bejáratot. Nem. Most mi van? Próbáljuk fel? Én inkább nem. De miért? Mert elég rossz tapasztalatom van az ilyen szerepcserés esetekkel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt talán 8 éve volt, amikor a rendőrségi fogtán találtam magam. Lesittek? Le. Azt a rohadt! Még sose találkoztam sittessel. Megérinthetem? Minek? Hát nem tudom. Akkor inkább ne. És mit csináltál? Na, tudod, én mindig az anyámhoz járok uszodába, akkor is így volt. Ő benn volt az öltöző fülkébe és adogatta ki nekem a ruháit. Csak hogy teli volt a kezem, így nem tudtam más tenni, magamra vettem a blúzát. Na, mikor erre arra jött egy nő, én elkezdett kiabálni a segítség, meg hogy perverz, és már is a rendőrségi fogdán találtam magam. Ott egy alvilági főfejjel a kobrával zártak össze. A kobrával? Azzal a kobrával, aki? Azzal. A világ legbeszedelmesebb fővezérével. Valahogy összecserélték a zsákjainkat, persze névvel együtt, és onnantól kezdve ő volt én meg ő, a kobra. Az alvilág feje? Az. Az ő ruháját hordtam, az ő életét éltem is. Nem lett volna szabad hagynom, de jó volt a kobra bőrébe bújni. És megmondom őszintén, hogy most is elterje a testem az az érzés, mint akkor, amikor a kobra zakóját hordtam. Te! Egész jó rá! Mi? Hát a csákó! Higgyék el, uraim! Megvan a csákó, és senki nem jut hozzá. Csak egy pillanat! Con qué explica todo esto? Hát itt a főtett picit, ettől az autodestrukciós esettel akkor reszkálok. Miket te jól mondják, uraim? Mi ez, tréfa? Undorító, mégis mit képzel maga áruló? Ez csak egy sajnálatos félreértés, rögtön korrigálom. Notok el, csákó! Igen, nem nyújjunk hozzá! Úgy az emberek.
Itt meg merek engedni maguknak. A maga feje már tisztátalan. Egy olyan exigens emberhez, mint én. Nem illik ez az exhaustív eset. Elvégre exegi monumentum éreper elnéz. Senores! Vosotros saben que nuestras reglosas prescriben que los miembros nuevos obligado llevar el chaco. Igen, igen. A fejéig kellett volna viselni a csákot, amikor beléptünk ide. A szigorú szabályai önnek is vonatkoznak a mi jelenlétünkben. Ami azt jelenti, hogy a tisztelt. Solo fue, respeto. Csak volt. Tisztelt. Mértékletesség. Nevű vendéglátóegység tulajdonosa. Nem csatlakozhat közénk. Javaslom távozni. De kérem, maradjam. Csak tudunk valami megoldást erre kis malőrre. Fenomenológiailag önnek annyi esze van, mint egy indián ember. Semmi közöm az indiánhoz. Nem indián, indiáner maga paraszt. Az indiáner azt jelenti, hogy tejszínhabbal töltött csokoládé és fánk. Mi, hogy étterem tulajdonos, ez nevetséges. Fúj! Dígame, por qué se tío ezt a mirándo usted así? Nekem is feltűnt. Igen? Nem tűnt fel, hogy méregetne. Uraim! Visszatérve ez az individuális esethez, az egyén okkupálta a csákot. Mindenképpen offertóriumot kell alkalmaznunk, ez szériusz. Kerítsünk egy szelotejfet és árgózzunk. Kedves uram, már egy kis heves ingerléken típus, már-már állatias vonásokkal. Hogy én? Én nem vagyok szangvinikus, az a melák, aki az előbb lapáttal kergetett minket. Revanchizmus követenek, uraim! Tengo que advertir ustedes de que la situación actual tenemos un problema más grande. Ez kék oldal szállítja a nuestro candidato, la ronde puede interrumpirse. Igen, igen. Az új előtt kiesik, megszokhatod a kör. Vagyis nem törődhetünk a fatalizmusba. Similia, similibus, uram. Hasonló, hasonlóval gyógyítatik. Bízzák rám, uram. Van egy kivitelezett ötlet a fejemben. Következő a terv. Megmondanád, milyen jó büdös francot csinálsz? Mégis mit csinálok? Itt ülök. Mindent elbuktad. Mindent elrontottál. Mit keres az én csákom a te fejedet? Egyszer csak itt termett. No persze, magától rárepült. Tényleg nem jut hozzá, mert én raktam a fejére. Tettél te szerencsét. Én csak... Te csak... Te csak... Te csak tönkretettél mindent. Miattad minden tervnek. De azért a részünk neki fizet? Mégis, miből fizetném ki? Akkor ebben az esetben mi távolunk. Viszontlátás. Viszlát. Viszontlátás. Minden jót, viszontlátás. Viszlát. Akkor megegyeztünk, uraim? Sí. No hay ningún obstáculo de mí. A tanult kollégám is úgy gondolja. A második igen, az enyém. Amit itt tapasztaltunk, uraim, az egy inautentikus eset. Az inauguráláshoz ez az indisziplina megengedhetetlen. Szóval a tanult kollégáim indikálására hajlott a megoldásra. Már bocsánat, egy árva lukkot sem értettem abban, amit itt hadobál. Ahogy ebből a francia lukiból sem. Ezt egyből gondoltam, csupán teszteltük az intelligenciáját. Csalódott vagyok, de valahol örülök, hogy nem önt választottam. Ez vergonzoso que una persona cualquiera quiere unirse a nuestro grupo, no puede darse cuenta una cosa tan simple. Mi van? Na jó. Szégyen, gyalázat, hogy egy elvileg hozzánk csatlakozni akaró személy még egy olyan egyszerű dolgot sem képes felismerni, mint a... A spanyol nyelv! Nocsak, nocsak! Kezdek érdeklődni elléte iránt, uram! Még a végén igaza lesz, kolléga. Nem véletlenül mondtam azt, ami az ilyen emberből sugárzik valami plusz. Hát csak azt akarják mondani, hogy ezt a bohócot helyette. Mindenképpen kell valaki. A kör nem szakadhat meg. De miért pont ő? Mert ő a kobra! Micsoda? Nem viccelek, ő a kobra! Az nem lehet. A kobrával még senki sem találkozott. Úgy ilyen, mint egy kaméleon. Ó, te magasságos! És az ő fején van a csákó. Ekkora megtiszteltetésben lenne részem. Mi a felét csinálsz? Mit hajbókolnak előtted ezek a ficsúrok? Csak nem tudja, hogy ki a... Nem tudja, hogy ki a kobra. Adja csak, majd én felvilágosítom. A valahelyén legnagyobb alvilági főfej, aki a legenda szerint több millió eurót tart otthon a széfében, amit besezel. Több száz ingatlan van világszerte, de nem ám kutyaolak. És aki bárkit és bármit megvehet magának, akit vagy amit csak akar. Nem legenda!
Nekem még egy dedikált poszterem is van róla az USA-ból. Miféle poszter? A legjobb tudomásom szerint gomba. Különösen figyelt arra, sose készüljön fotó róla. Tessék! Megmutatom a körözési fotót. És itt az aláírás. Ez egy totál fekete fantomkép. Bárki lehet. Aláírás, képluk. A kobra fogadjon ma. Nagyon hasonlít rá, egy az egyben ő az. Mutassa csak. Persze, leginkább az óra árulkodom. Mis látszik az óra? Nem lettek ennyire hülyék. Te. Te vagy az oka. Én? Te tetted a fejére a csákot. Csak azt tudnám, hogy honnan a fenébe jött az idióta agyadba ez a kobra mizéria. Hát beszélgettünk is, egyszerűen elkotyogta. Elkotyogta. A világ legveszedelmesebb fővezére csak úgy elkotyogta. Amit évek évtizedek óta titokban kartatni. Ennyi erővel én is lehetnék a kobra. Sajnos, igaza van a kitaszítottnak. Uraim, teszteljük le. Bizonyítsa be, hogy ő az. Mondjuk ő, hozzáért, megtámadja, megnézzük, miként reagál. Miért pont én? Menjen más. Vállalom. Sokat tudok ám a kobráról. Tudom például azt, hogy az egyik karján egy kígyó tetoválás van. A másikon pedig egy pénészki rézet. Való igaz. Még ha az egyik stimmelne. De kicsire az esély, hogy a másik is ott legyen, főleg egy személyre. Már mehet is, ennyi jó informált. Egyek, tényleg. Bocsánat, uram. Levenni az indulat. Hold meg. Jöjjön, segítsen maga, nézze az egyiket, én nézem a másikat. Ez valóban egy kobra. Ez pedig egy pilinszki vers idézete. Úgy van, ő a kobra. Ezt nem bizonyít semmit, és most megyek, óresre tanítom. Vicc úr! Vicc úr! Tessék! Megálltok, gyakorolni kell. Megduplázom, sőt, megtriplázom a fizetésed, ha összetöröd a csontjait. Ha ma meg itt tartunk, a közelembe sem merj engedni ezt az állatot. El kell kéne fogni ekkora barmot. Álljál meg, sárkány! Mit csinálsz? Meg ne állj! Kapd el, tépj szét az összes! Sárkány! Tudod, hogy miért tetováltattam magamra ezt a verset? Na. Mert pont olyan voltam, mint te. Hogy szó? E világ nem az én világom, csupán a testem kényszere. Hogy egyre beljebb, mint a féreg, furakodom beleimbe. Szerinted érti? Képzeld el, hogy értem! Képzeld el! Mi van? Semmi. Na, szóval csak te akartál ugbálni velem, mint hogy egy eszköz lennék. Kucoljam a plumpit, mosogassak. Menjek ide, menjek oda. Dobjam ki ezt, dobjam ki azt, csak hogy te ne koszold be a kezeidet. Ebből elég. Ja, és hogy tud? Nem picula nevem, hanem sárkány. Nekem te többé nem parancsolsz. Beszült a puska, a puska. Ahogy meg azt a továltatom magamra, hogy papa hűvő sárkányok is senkitől sem félt. Nem maradt más. Hívnunk kell a rendőrséget. A rendőrséget? Minek? Hogy kidobassak mindenkit az éttermemből. Nem hiszem, hogy megtennél. Úgy a vélem. Hogy miért? Na jó. Öntsük tiszta vizet a pohár. Te csatlakozni akartál a mértékletesség ellenes ligához, így van? És ezzel az étteremben akartál villogni, így van? Csak hogy ez az étterem, nem a tiéd. Micsoda? Igen, uraim, nem az ödé, csupán nem bérlemény. Ami veszteséggel működik, ezért volt szükség az önök pénzére. Hát a perra, hajd le! Egy szélhámos! Elképesztő arcátlanság! Mi azt a próger? A történetet még nincs vége, uraim, ugyanis te kell, mert... Nem értek szállom futnak üzleteim, és nem tudtam nem észrevenni, hogy néhány ember megpróbálja keresztül húzni a számításaimat. Kíváncsi vagyok, hogy rájönnek-e, kikről beszélek. Annyit még azért elmondok, hogy nem véletlenül jelentem meg pont ebben az étteremben, és nem véletlenül játszottam a hülyét. Húztam az időt. Húztam az időt, hogy... Megjelennének a liga tagjai! Minket vár? De miért? Hiszen mi tisztességes üzletemberek vagyunk. Honnan tudta, hogy jön? Erről a találkozóról mindösszesen négyen tudtunk. Igen. Mi hárman. És ő, az állítólagos étterem tulajdonos. Áruló van önök között, uraim. És mire ennek a beszélgetésnek vége, azt is tudni fogjuk, hogy ki az. És ha nem derül ki?
akkor mindannyiukra nagyon szomorú sors vár. Sárkány barátom, számíthatok rá? Számíthatsz. És rám is. Ne essünk túlzásokon, jó? Amondó vagyok. Ismerjön a kollégáimat és magamat. Nem köztünk kell keresni az árulót. Uram, ő többszörösen elárult a ligát. Én? Igen. És nem csak elárult, olyan helyzetbe hozott minket, ami több mint megalázó. Szígyelje magát! Szígyelje magam? Igen. Akkor a kegyben lett részesítve, melyben csak keveseknek lehet része. Majdnem befogadtuk. Micsoda blamás! Micsoda csapás! Ez valahogy nem stimmel, uraim. Szerintem a picskónak semmilyen nincsen. Ezért akart felmászni a hátukon. Miért elmúltam volna el önöket? Na ugye? Na ugye? Nem tetszik a hozzáállás a kolléga. Miért kell védelmére ennek a szubdisztónak? Tudja, mi feltételez a magától felállított tézis? Hogy köztünk van a tégra. Persze. Ennyire akár maga is lehetne az. Én? Ez abszurd. Igen. És megyük állom útját. Igen. És magának nagyon is lett volna rá oka. Még hogy nekem lett volna rá okom? Ez nevetséges. Miért nem kérdezzük inkább önt? Elég nem akart külön utakon járni. Az egyáltalán nem külön utoljárás volt. Egy olyan szállat akartam kibogozni, amelyből igen nagy haszna lett volna a ligának. Nem különben elfelejtik, uraim, hogy az egész egyesülés ötlete az én fejemből pattant ki. Közös ötlet volt? Mindannyian ott volt. De a kezdőtőkét én raktam bele. Igen. És az én bizem nem számít. Eladtam a tetőt a fejem fölül, hogy megalakulhassunk. Mindannyiunknak ugyanakkor a szerepe volt benne. Igen. A maga szerepe mi volt? Nem mivel járult hozzá a gyarapodásunkhoz? Őszintén szóval nekem egy év se jut az eszembe. Elfelejtették, hány ember győzte meg a spanyol nyelvtudásommal. Hányszor nyílt ki pénztárca a nemzetközi befektetés hallatán? És mennyien akarták úgy szórni a pénzt, ahogy én, a nagy spanyol művész? Művész, művész! Maga mondva csinált amatőr Viktor. Az én fellépésem vonzotta hozzánk a befektetőket, és még a maga spanyol nyelvtudása csak apró pénztárcácskákat nyitott ki, az én intelligenciám szívfajtókat tárt fel előttünk. Arra a bócsára gondolt, hogy bemagott néhány olcsányú kifejezést az értelmező kéziszótából, és azokkal villogtatta magát. Ha, amúgy a maga pénzesejét sokat. Pár napig tartott csak, mert azt kellett mutatnunk ezeknek, hogy jó módban élünk, luxusban, mértéktelenül. És ez most maguk, vagy maguk közül valaki tönkretette, uraim? Na hallja, ki volt az alapító atya a ligának? Már csak azért, mert az itt és most elbukott. Nekem semmi közöm hozzá. Ön mondta, hogy az egyesülés ötlete magától ered. Én erre egyáltalán nem emlékszem. Arra igen, hogy közös ötlet volt. Tudják mit, uraim, ha itt elbukott valaki, az ön meg ön. Válaszkodni mindig jól tudod, de a felelősséget sose vállalta. Itt ez a mai eset. Ebben volt minden reményünk az elkövetkező hónapokban. Ki találta befoghatónak az ételmet? Maga! Meg hogy én, te idióta barom! Figyelmeztettem volna a ligában alapszabálya magázódása, ehhez tartsa magát. Te is egy tükör vagy, és senki házi. Én! Ha nem eztegezni. Azt akarom, hogy fizessek vissza a részem. Miféle részem? Hiszen csórok vagyunk, a tempó megerre. Azért találtuk azt a boltéket, hogy elvegyük az éttermét. Hány ember csaptunk meg korábban? Több tucatot. Még sincs semmi. Uraim, én azt javaslom, hogy szüntessük be a mértékletesség ellenes ligát. Igen. Csak! Támogatom. Gratulálok, uraim. Ennél őszintén vallomást azért ritkán hallani. Szóval maguknak az elejétől fogva semmiük sem volt. Közönséges bűnözők! Most ki itt az áruló? Szerintem megtöhetjük mindegyik. Így van, és ezért most vakolni fognak. Sárkány barátom, van itt esetleg pince? Van. Az évre talán több is, úgyhogy akár külön kaphatnak egyet. Kapjanak, jó? Az az igazság, uraim, hogy ha jól tudom, még tartozom a vacsora árára, ugye? Nem bánnám, hogyha kifizetnék. Pénz, ékszer, ruha, nem ő bármi jöhet. Nézd csak már. Egy Rolex. Azt hiszem, hogy a cetter állni fogja, ugye? Ha megfelel az úrnak is. Te? Megnézem. 200 ezer a zenészek, elfogadják? Tessék. Na is te, neked mi van? Pénz? Ugra? Szép zakó, hatalják ki belőle. Hoppá, azok micsoda? Riga logója van rajta, szerintem ez a Mercedes susz kulcsa. Megtarthatom. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Nos, uraim.
Ha esetleg úgy alakulna, hogy túlélik az éjszakát és börtönbe kerülnek, adják át üdvözletemet Lucky Föltörzsnek, jó? Ő majd megtanítja maguknak, hogy mi az az igazi mértékletesség. Megtanítja maguknak, hogy jobb mértékletességgel, tisztességben élni, mint mérgezett élettel élni mindennapjainkat. Lesz csak akkor, hogyha túlélik az éjszakát. Sárkány barátom, vihet el őket. És ti is menjetek. A cukromat ad vissza. Azt, te atyaék, hogy ezek mennyire hülyék! Senki sem mozdul! Mindenki emelje fel a kezét! Maradjon, ahol van! Jogukban áll hallgatni! Bármit mondanak, felhasználhat önök mellett a bíróságban! Ellen, nyomozó úr, ellen! Mi van? Felhasználható önök ellen, de mindegy is, nettó feltűnte magának, hogy rajtunk kívül nincs itt senki. Hol vannak? Lefogadtam őket. Most mit nézi egy hülyén? Nem tehettem mást, mert magát hiába vártam, nem jött. Amúgy tényleg, hol volt eddig? Már a sarki zöldségesnél jártam, akkor három fickó erről mellettem. Mögöttük meg egy nagy darab kopasz, aki azt kiabálta, nem pic uram ebben, hanem sárkány. Azok a barmok fellöktek, és beestem a banánok közé. Elhagytam a fegyverem. Tényleg, hogy végeztünk, meg kell keresnünk. Akkor akár mehetünk is. Mert azok, akik elfutottak maga mellett, nem mások voltak, mint a mértékletesség ellenes liga tagjai. Az nem lehet. De bizony lehet. Annak a sárkány nevű fickónak kellett volna vigyázni rájuk. Ki bízta rá ezt a feladatot? Én. Gedeon? Igen. Ehhez nem volt joga. Ő csak egy tanácsadó, akinek az volt a szerepe, hogy itt tartsa őket, ameddig én idejének. Most mit fogok mondani a központban? Hát most mondjuk azt, hogy elengedte őket. Mértékletességből. Eddig nem abban a világnapja. A fejemre fogják venni? Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! Nyomozó, nyomozó, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! Mondja el, hogy mi történt? És azt is miért öltözött idiótának? Maga mondta, hogy keresek valami árgumát. Ez az. Gratulálok. Köszönöm. Na, szóval, amíg magát és a liga tagjait vártam, hát el kellett ütnöm az időt, ezért módszeresen végigettem az éplapot. Már ki akartak dobni. Nyilván azért, hogy ne találkozzak a liga tagjaival, ekkor átváltottam hülyébe és vártam. Na, innentől kezdett érdekessé válni a történet, mert a pincérnek elmeséltem a kobrás sztorit. Tudja, amikor összecseréltek minket a fogdába. Bárcsak elfelejthetném. Amiatt fokoztak le. És végleg búcsút intettem annak, hogy valaha tekkes lehetek. Folytassam. Na, szóval számítottam nehézséget, ezért megkértem anyámat, hogy egyik kezemre rajzoljon fel egy kobrát, a másikra pedig írjon fel egy Pirinszki idézetet. Minek? Minek, mert ezek a kobra legfőbb ismertető jegyei. A féle Béter volt. Aztán ha megjöttek a liga tagjai, és teljesen összekuszálódtak a dolgok, mert engem akartak tagnak. Ekkor a pincér felállt, és azt mondta, hogy én vagyok a kobra. Elhitték? El. És onnantól kezdve senki nem lehet elmeszegülni, még azt az állétterem tulajdonost is lebuktattam, hogy ő csak egy bérlő. Na, aztán ugye a liga tagjainak a sárkánynak kellett volna vigyázni rájuk, tudja? A többit meg testközelből tapasztalta. Micsoda szégyen. Micsoda szégyen. Megint röhögni fognak rajtam. Jó, ha nem búsuljon, kéred cukorkát? Igen, adja. Tessék. Miért van ennek szavíze? Ismeri a civet kávét? Szóval nekem is van egy macskám, és... Cseszte meg, Gedeon! Valaki mondja meg, miért van engem a sors? Valaki mondja meg. Van egy ilyen nóta. Ismeri? Na figyeljem. Valaki mondja meg, milyen az élet. Valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet. Valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember. Valaki mondja meg, miért nem.
Valaki mondja meg, miért lesz gonoszszá, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell innen, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú élet, értőnek úgy, mint egy csillagot. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Mondja meg, hogyan kell élnem, Balámhoz volt a nevánslás. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog én. De anyám azt nem mondta, miért neve földön, anyám nem mondta, mond miért. Anyám azt nem mondta, miért neve földön, anyám nem mondta, mond miért. Szívében megfogalmazódik egy gondolat, hogy ezt a projektet érdemes volt megálmodni. Érdemes volt elkezdeni, és egy olyan hidat épít a művészet, az elítéltek, a közönség közé, és szerintem önmagunk felé is, ami tényleg egy olyan ajándék, amit fentről kaphatunk. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy olyan fantasztikus produkció volt, és olyan művészi intenzitással, olyan művészi érzékenységgel, olyan művészi eszközökkel, amit csak az igazán jók tudnak. És az igazán profik, és az igazán mesterek. Ahogy bántak a szünetekkel, ahogy egymásra figyeltek, ahogy egymásra reagáltak. Tehát én abszolút lenyűgözve állok itt ezelőtt, az előadás előtt, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek részese lehetek.
És én azt gondolom, hogy amit folyik a magyarországi börtönökben, illetve a fegyházakban, az a világon egyedülálló. Az, hogy a művészettel valóban megnyílnak a kapuk, hogy önök kapnak egy szó, egy erény, egy bűn megnevezést, vagy esetleg egy 10 parancsolatból az egyik parancsolatot, és erre építenek egy 45 perces színdarabot, az valami egészen fantasztikus dolog, hogy megálmodják, hogy fölvezetik, hogy ennek íve van, hogy mindenféle műfajjal találkozhatunk, akár humorral, ami az egyik legnehezebb dolog, hiszen ezt sokszor mondtam a fiúknak, hogy humor mindig kell egy előadásban, mert a humor kinyitja a szíveket, és ha kinyílnak a szívek, akkor az igazi veretes mondatok azok bizony beletalálnak oda a legközepébe. És az, hogy sikerül azon a mesdjén maradni, hogy ez valóban kacagott, és ebben a világban, a hétköznapokban itt délelőtt 10-kor hallottam azt, hogy elnevetik magukat, hogy egy kicsikét kiragadott minket ez a színdarab abból, hogy állandóan megyünk a mókuskerékben, hát akkor szerintem ezért csak hálával tartozhatunk önöknek, mert én tényleg egy kicsit erre az egy órára, ugye a gondokból is eltávozva, csak a jóra figyelve, és arra azelőtt fejet hajtva, hogy a művészet tényleg mekkora ajándék, én így álltam itt. És azért azt el kell mondjam, hogy biztos, hogy ennek az egész előadás sorozatnak, a próbáknak van egy olyan ajándéka is, hogy itt egymásra csodálkoznak önök is. Együtt elnevetik magukat, ha látják, hogy micsoda színészi képességgel rendelkeznek. Hogy már nem csak a másik sorstársat látják, hanem a művészt a másikban. Hiszen biztos, hogy ezt láttam is, és a próbákon is érzékelem, hogy valóban szinte egymást segítik, megnevettetik egymást, tükröt tartanak egymásnak azáltal, hogy hogyan is kell még inkább művészetben kifejezni, vagy megformálni egy szerepet. És azért Szombathelyhez azt muszáj, hogy elmondjam, hogy ez a csapat, ez nem csak ezzel a kiváló színdarabbal állt itt a színpadon, hanem pontosan egy hónapja megnyerték az országos börtönszínházi találkozót is. Ami egy nagy hogy az 5 agglomerációból, ugye mindenhol volt egy győztes, 5 olyan produkciót láthattunk a Venyige utcában, amely bármelyik magyarországi közszínházban megállná a helyét. És én azt gondolom, hogy talán kicsit túl keveset beszélünk erről a projektről, vagy arról a börtönszínházi találkozóról. És olyan jó lenne nyitni, és olyan hálás vagyok itt Szombathelyen a sajtónak, hogy valóban ennyire nyitott arra, hogy megmutassa, hogy itt micsoda lelki munka folyik, hogy nem csak zártak a falak, és semmit nem tudnak a kinti emberek arról, hogy ezek az emberek változni szeretnének. És a művészettel próbálnak egy hidat építeni a jobb, igazabb és a szebb élet felé. Én azt gondolom, hogy azon a börtönszínházi találkozón megtalálható volt a szatírától elkezdve a musicalig minden, és ezek a fiúk, akik most megnevettettek minket, ők egy olyan drámát mutattak be, hogy én azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, és nem volt olyan a nézők között, aki aznap este nem ölelte még szorosabban magához a gyermekét. És én azt gondolom, hogy ha ők ezt meg tudták nekünk mutatni, akkor ezért is valóban hálásak lehetünk. Ezért a színdarabról, miért, hogy a mértékletességről egy ilyen szót kapunk, valóban el tudunk gondolkodni, és hogy mennyire fontos ez, hogy valóban mértékletesek legyünk, hogy valóban legyen elég az elég. Hiszen ugye azt mondják, hogy Pilinszky idézett volt a kobra kezén, hát ő mondta azt, hogy vágy arra, ami a tiéd. Mindig olyan sok mindenre vágyunk, és tényleg tudunk-e azért hálát adni, amik van, és hogy legyen elég az elég. Annyit tudnék erre mondani, hogy egy dologból nem elég az elég, és egy dologban ne legyünk mértékletesek. És ez a világ legszebb dolga, a legnagyobb ajándéka Istennek, ami fordított arányban működik. Minél többet adunk belőle, annál több marad nekünk. És ez a szeretet. És én azt hiszem, hogy ebben az előadásban is ez volt, ami a legfontosabb volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Thank you.
markánsunk szépen az első kézzel írott verziója ennek a darabnak. Ebből nincs több. Jaj, de nagyon szépen köszönöm, és higgyék el! Hihetetlen nagy ereje van. Én mindegyiket őrzöm, és azt, hogy nálam lehet mindegyik színdarabnak az első kézzel írt változata, hát én azt hiszem, hogy ez túlmutat a szavakon, és nagyon-nagyon köszönöm. És azt, hogy álmodjanak tovább. És ha belegondolnak, ez Tisztfegyintézetben zajlik. Pont a múltkor ezredes úrral, Kovács Mihályt ugye muszáj ebben megemlítenem, akivel együtt álmodjuk ezt a projektet a Nemzeti Bűnmegelőzés Tanács támogatásával, és ha gyakorlatilag beszorozzák, akkor ebben a három évben közel 27-28 színdarab született. Én nem tudom már, hol tudják ezt felmutatni, melyik művészeti társulat, tehát a Büntetés Végrehajtás Parancsnokságának a világon egyedülálló módon 27 pontosan önálló színdarabja van, és emellett azért meg még két lemezt is megálmodtunk a zenei anyagokkal, én azt hiszem, hogy ezt tényleg minél több helyütt el kellene mondani. Aztán pedig az elítéltek tudták mondani, hogy az ő szívükben milyen változások történtek ezáltal. Nagyon sokan mondják, hogy emiatt van értelme a próbák miatt, amik tovább viszik őket a hétköznapok nehézségein. Én nagyon köszönöm, hogy itt vannak és erről hírt visznek, hiszen a jó dolgok azok az emberek szívét megmelengetik, és nagyon vágynak arra, hogy a szépekkel is találkozzanak, és arra az a lehetőséggel, hogy valóban van egy jobb irány is. Tavaly volt előadásomban egy barátom volt, és ő beajánlott, és akkor így sikerült jelentkeznem, és nagyon örülök neki, hogy részt vettem benne. A társaim nevében szeretném megköszönni a segítőinek a munkáját, a Vár Nagy Andrea zongora művésznőnek, a Nagy Júlia Bévé őrnagynak, a Dénes Ágnes nevelőnő is sokat segített a felkészülésben. Mindannyiunknak jó volt. Az az igazság, hogy amíg az ember nem itt van, a szürke falak között az mindegyik egy kicsit jó. A lelkünk szabadul ki egy kicsit. És mivel mindegyikünk jó pár évig itt van, vagyis hát a legtöbbünk több évig, ha a lélek egy kicsit szabad, akkor talán hozzászokik a szabadsághoz, és kint könnyebb lesz. Hogyan zajlott a munka, hiszen együtt írták a darabot? Hát az egyik társunk írta, és közben alakult. Tehát, hogyha valakinek volt valami ötlete, az belekeveredett. Ha valami poén, ha sikerült, ha életszerűbbnek érezte, máshogy mondani, akkor az változtatott rajta. De az alapgondolat az egyik társunké volt, aki megírta. És akkor így. Kicsit átgondoltuk közösen mindig, hogy merre alatt. Aztán volt olyan, aki, hát nem színészek vagyunk, tehát az elején azért érdemes lett volna azt megnézni, hogy nézett ki az elején, és milyen volt most. Biztos, hogy nem leszünk mi a halhatatlanok társulata, de azért sokat fejlődtünk. Ugye most a fő téma a mértékletesség volt. Igen. Hát hogyan lehet ezt? Én azt gondolom, hogy itt a Fegyintézet falai között elég könnyű gyakorolni a mértékletességet, de egyébként... Igen, hát szokik hozzá az ember a valóságban is. Meg érdemes, hogy elgondolkodni. Én csak a saját példámból tudok, tehát saját magamból tudok kiindulni. Én azért vagyok itt, mert mértéktelen voltam. Tehát nyilván van minél gondolkodnom, hogy hogyan máshogyan. És ez egyébként, ez a folyamat, amiben most részt vett a próba és az előadás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben ezt az átgondolást, ezt át is tudja fordítani és kamatoztatni? Én úgy gondolom, hogy az járul hozzá, hogy amíg az ember mással foglalkozik, nem a szürke falak között van és a napi rutinját csinálja, amit elég, hogy mondjam, feszes és megadott, hogy mit csinálunk, amíg egy kicsit az ember ebből kiszabadul, meg a társaimat is tehát nem ugyanabban a ruhában vagyunk, de mégsem abban a szerepben látom, ahogy nap mint nap. Tehát az emberi oldalukat látom nekik. Tehát én például ezekkel a fiúkkal egész más oldalukra ismerkedtem meg, mint ahogy amúgy a falak között, vagy a sétán, vagy akárhol máshol. Látta-e a családja a színdarabot valamelyiket? Nekem nincsen, tehát én nekem nem, de a többieknek biztos, hogy van, akinek voltak itt. És egyébként mit szól a családja ahhoz, hogy részt vesz ebben? Nekem nincsen, tehát én így magam vagyok, barátaim vannak, őket próbáltam elvinni, és nem értek rá. De ezek nem voltak. A spanyol az spanyol volt? A srác beszél spanyolul, aki mondta, igen. 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 Hát ennyi. Köszönjük szépen! Köszönjük!
Nagyon szívesen. Mennyi van még hátra? 2 év 8 hónap. Köszönjük. A mai színházi produkció a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet előadásában volt látható. A mértékletesség volt a címe, és a mértékletesség volt a témája. Ennek az előadásnak szorosan kapcsolódó előzménye volt az előző 2 évnek azok a projektjei, amelyet a Belügyminisztérium és a Bűnmegelőzési Tanács hirdetett meg projektként, ahol a 10 parancsolatot, majd a 7 fölbűnt, és az idén pedig a 7 erényt dolgozták fel különböző büntetésvégrehajtási intézetekben. Itt Szombathelyen tavaly előtt a 10 parancsolatból az elsőt, az Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj, tavaly a torkosságot, az idén pedig éppen ennek az ellentétét, a mértékletességet dolgozták fel. A darab nagyon fontos és kiemelendő érdekessége, hogy a fogvatartottak a darabnak a témáját kapták meg, ők maguk írták ezt a darabot, és ők maguk állították színpadra, Vár Nagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművésznő segítségével. Június óta próbáltak, 10 fő fogvatartott vesz részt egyébként a darabban, és én azt gondolom, hogy a Börtönszínházi produkción túl egy nagyon-nagyon fontos hozadéka ennek az egész projektnek az, hogy ez a Börtönszínházi műfaj is annak a reintegrációs programnak a része, amelynek a végső célja az, hogy a fogvatartott a szabadulás után visszailleszkedjen a társadalomba. Ugye a börtönbe töltött idő, kinek mennyi, évek, hónapok, minden embernél másról beszélünk, gyakorlatilag egy rossz döntések sorozata és egy olyan út, ami végül ide vezetett. A mi célunk az, hogy az itt töltött idő alatt olyan programokat, olyan alternatívákat kínáljunk, olyan személyiségfejlődésre mehessenek keresztül, amivel a szabadulás után másképp boldogulnak. Ennek egyébként legfontosabb eszköze maga a munkavégzés és a tanulás, tehát nagyon sokan végeznek munkát a börtönben és képezik magukat, de mellette ezek a reintegrációs programok is személyiségfejlesztő, készségfejlesztő erővel bírnak, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tesznek ahhoz, hogy ők jobb emberekké váljanak, hiszen szabadulás után újra köztünk kell, hogy éljenek. Azt gondolom, hogy ez a mai darab erre nagyon-nagyon jó példa volt, a fogvatartottak egészen mély érzéssel, humoros, de mégis mély gondolatokkal fejezték ki az ő helyzetüket, és az ő gondolataikat ezen a darabon keresztül. Én magam is nagyon jól szórakoztam, és tényleg nagyon ügyesek voltak. Én azt hiszem, hogy ez valóban egy egyedülálló program, és a világon egyedülálló, hogy a művészet segítségével segítsük az elítélteket a társadalmi visszailleszkedésben, és hihetetlen nagy jelentőséggel is bír. Meg tudjuk mutatni, hogy a falak mögött milyen intenzív lelki munka folyik, hiszen ezek a színdarabok, maga a művészet, az lehetőséget biztosít arra, hogy az elítéltek tükröt tartsanak a lelkük elé, hogy egy kicsikét a művészet segítségével, a színdarabok megírásával, a saját bűneikkel is tisztába jöjjenek, és annak következményeivel, és hát nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el abban is, hogy meg tudjuk beszélni akár egy parancsolat, akár egy bűn, vagy most az erény lényegét. És én azt gondolom, hogy ez is egy egészen egyedülálló kuriózum, hogy a 10 parancsolat, Istennek a parancsolatait megmutatjuk, hogy bizony a bűnök gátolják. De Isten nagyon szeret minket, tehát a trilógia zárásaként az erényeket dolgozzuk föl. És az, hogy megkapnak egy szót, történetesen itt a mértékletességet, hogy ebből épül egy egészen profin felépített 40-50 perces színdarab, az valóban példaértékű. És ez tényleg úgy történik, hogy megkapjuk a parancsolatot, az erényt, illetve a bűn fogalmát, és elkezdünk erről beszélni. Megnézzük, hogy mi is az a mértékletesség, mi is az mondjuk, hogy torkos az ember, vagy mondjuk a parancsolat mögött mi áll. És ezek egy nagyon-nagyon méreható beszélgetések, mind a teológiai, mind a lelki tartalmát megbeszélve, és aztán elkezd kiformálódni egy darab, elkezd magától megíródni. És akkor utána a próbák folyamán természetesen te smirgli, úgy dolgozik ez az egész kohéziós erő, hogy itt együtt vagyunk, hogy kitaláljuk, ők nagyon-nagyon sok önálló munkát is folytatnak természetesen, hiszen nekem 10 fegyintézetem van, és én azt nagyon szeretem, amikor így havonta egyszer eljövök, egy picikét felkavarom az állóvizet, elmondom az instrukcióimat, és számomra is nagyon szép látni, hogy milyen
alázattal fogadják, hogy aztán hogyan megy tovább a zárkákban az az önálló munka, hogy én egy hónap múlva valóban azt a lecsiszolt karaktert lássam, amit én mondjuk az előző próbán kértem. És én azt látom, hogy ennek akkora a kohéziós ereje is közöttük, hiszen odafigyelnek egymásra, és azt mondják, hogy ő nem a negyedik zárkában ülő börtöntársam, hanem nagyon szépen gitározik. Vagy jó, ő mond olyan nagyon-nagyon vicces dolgokat, vagy ő tud például szépen énekelni, vagy verset mondani. És akkor így újra ott lesz az ember, nem csak egy szám, nem csak egy bűnnek az elkövetője. Én azt gondolom, hogy azok is nagyon-nagyon sokat adnak, amikor elmondják, hogy ők próbától próbáig élnek. Nekik ez egy olyan reménysugár, hogy valóban valami értelmet ad a további napoknak, vagy a további éveknek, hiszen itt nagyon sokszor hosszú ítéletekről is beszélünk. És én mindig hangsúlyozom azt, hogy nem mentjük föl őket a bűneik alól. Én azt gondolom, hogy úgy lehet egy jobb élet felé vezetni őket, ha mi is a jó oldalunkat mutatjuk, ha a bizalmat megszavazzuk a számukra, hiszen akkor tudnak ők is hinni önmagukban. És ez nagyon érdekes, hogy mit ad a családnak például az, hogy ezek a színdarabok vannak. Nagyon sokszor odajönnek és azt mondják, hogy ők újra büszkék a fiukra, a férjükre, vagy amikor eljönnek a gyerekek, és látom a gyerekek szemében a könnyet, ahogy ránéznek az édesapjukra, vagy az édesanyjukra, és a legmeghatóbb mindig az, hogy én ezt láttam a börtönökben, hogy mindenki aztán egy idő után lemorzsolódik. Egyetlen egy ember az, aki az utolsó pillanatig kitart, azok az édesanyák. Ők vannak ott a legutolsó lehetőség, és én azt hiszem, hogy ezek a családtagok, azok viselik magukon a láthatatlan bélyeget. És amikor itt ülnek, akkor egy ilyen sorsközösséget formálnak, és egymásnak is erőt adnak. És én nagyon szeretem, hogyha egy személyes gondolatot mondhatok, amikor így lemegy az előadás, és utána a fegyintézetekbe egy kicsit nézni azt, hogy egymásra találnak, hogy leülnek egymással szembe, és ott a remény, ott az újrakezdés lehetősége, és ott a szeretet, amit most mondtam, hogy egyedül abban ne legyünk mértékletesek. Abból minél többet adjunk, mert akkor nekünk is egyre több lesz. És én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok azok, amit a művészet tudott adni, és amiért egyáltalán létjogosultsága van annak, hogy én például itt vagyok. Több utalást, kikacsintást is azért hallottam, ami a rabtársaknak, vagy a fogvatartottaknak szólt, tehát ők értik igazából, nem mi értjük ezeket az utalásokat. Volt olyan utalás, amit ezzel a smirlivel le kellett morzsolni, tehát ami már sok lett volna. Ez egy nagyon jó kérdés. Mint említettem, nagyon nagy alázattal fogadják a tanácsaimat. Azért szoktam néha szólni, és azért tényleg nagyon nagy kacagások vannak itt a próbán, de természetesen, amikor már itt állunk a színpadon, akkor már nagyon magas fokon űzzük a művészetet, de nagyon-nagyon értik azt a határt is, hogy felém is én olyan tiszteletet tapasztalok, és egy olyan hálát, ami tényleg erőt ad ahhoz, hogy nagyon messze utazzak folyamatosan az országba, és igazándiból engem is formál. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az én életemben ez rengeteg szint ad, hiszen tegnap előtt még mondjuk egy európai nagyvárosban játszok Liszt-műveket az október 23-ai ünnepségre, most pedig itt állok, és én azt hiszem, hogy ezek a mélységek, magasságok, színek adják azt, hogy valóban egy ilyen művészi híd épüljön, és nagyon sokat smirglizett rajtam is egyébként. Tehát nagyon sokat formált, és másképp látok dolgokat az életben, jóval hálásabb vagyok dolgokért, mint amit el is mondtam, hogy bizony vágyunk arra, ami a miénk. Mit jelent a szabadság például? Mekkora ajándék ez nekünk?